Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Egy sikeres szezon utáni pihenőjét tölti a diszkoszvető Szikszai Róbert. 5 korosztályban több mint 100 fiatal kosarazik az NKK 5-ös színeiben. Mintegy 330 gyerek futballozik a Nyíregyháza Spartakusz Bozsik Akadémián. 20 éve szerezték meg a bajnoki aranyérmet az NVSC Szabolcs Gabona röplabdázói. Egy sikeres szezon utáni pihenőjét tölti Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető 64 méter 37 cm-re javította egyéni legjobbját, és több hazai, illetve külföldi viadalon is az élen végzett. Hát ez a szezon nagyon úgy alakult, ahogy szerettük volna, ugye másfél méterre megjavítottam az egyéni csúcsomat, ami az lett volna a terv, ugye 64-37-et dobtam Szombathelyen, 63 méter fölött van a legjobb 5 versenyem átlaga is, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk ezzel a szezonban. Szerintem minek köszönhető ez a fejlődés, ez az előrelépés? Igazából jó állapotba kerültem már télen fizikailag, ugye itt inkább a technikai részét kellett nekünk összetenni, ami úgy látszik, hogy ilyen májustól sikerült, és nagy szerepet játszott az új menedzserem is, aki rengeteg olyan versenyre el tudott juttatni, ahol ugye nagyon komoly ellenfelekkel tudtam megküzdeni. Nagyon sok külföldi versenyed volt, sőt, több versenyen a külföldön is a dobogó tetejére állhattál. Milyen önbizalmat, milyen pluszt ad ez a jövőt tekintve? Ez az EB-n is már látszott, hogy ugye úgy tudtam versenyezni, nem izgultam magam szerint. Nem izgultam, mert ugye hétről hétre ilyen elég rangos mezőnyben állok körbe, és így már rutinosabban tudok egy nagy világversenyen is dobni. 24 éves múltál nemrég. A diszkoszvető közül mindig nagyon fiatalnak számítasz. Milyen a kapcsolatod velük? Én nagyon jobb vagyok, hál' Istennek az ellenfeleimmel. Igazából hétről hétre viszonylag elég szűk az a mezőny, aki így ide befér. Egy ilyen 30 főről beszélünk, tehát igazából elég jól ismerjük egymást, és jó kapcsolatunk is van, mert amúgy nem is lenne jó a verseny. Vannak olyan atlétikai számok, amelyekben megállt a fejlődés, viszont azt lehet mondani, hogy a diszkoszvetésben az elmúlt időszakban egyre jobb eredmények születnek, szerinted minek köszönhető ez? Igazából erre nem tudok választ adni. Ugye azért régebben is ugye 70 méter felett, és ugye a fazekas dobó is, tehát ugye azért most az 70 fölött nem nagyon dobálgatnak, inkább az, hogy ez a 65-66 méteres mezőny elég sűrű lett, tehát ott vannak elég sokan, úgyhogy oda szeretnénk jövőre bekerülni. Kell-e változtatni esetleg valamit a felkészülésen, vagy az, amit az idejében csináltatok, teljesen bevált? Szerintem nem fogunk olyan sokat változtatni, esetleg egy dél-afrikai edzőtáboron gondolkozik a szövetség, hogy azt esetleg megpróbáljuk még. Idén ugye Portugáliában voltunk, de hogy hol megyünk, szerintem az is ugye megfelelő, hiszen nem kerülünk olyan hamar már jó állapotba, és így ugye kicsit ezt az erőnléti edzéseket kicsit tovább tudjuk végezni. Mivel telnek a edzés és versenyzésmentes napok? Egyelőre egy héten ilyenkor háromszor szoktam mozogni. Ilyen fallabdázok, úszni járok, teniszezni voltam, tehát minden olyat csinálok, amit egész évben nem tudok. Ilyenkor edzőteremben nem igen járok. Még holnap versenyzek egy főiskolai bajnokságon, súlyok és beindulok, de ez már csak így pihenőből. És mikor kezdődik a felkészülés, hogy tervezitek? November első hétfőjén fogunk kezdeni. Az első hónapban nem is fogok diszkosszal dobni, csak állóképesség és illetve erőnléti munkát végzünk, és decembertől fogunk dobni. 5 korosztályban több mint 100 fiatal kosárlabdázik Nyíregyházán, az NKK 5-ös színében. A klub november első hétvégén rendezi meg a hagyományos 5-ös kupát, amelyen 8, köztük 3 külföldi U16-os csapat lép pályára a Bánki Torna csarnokában. A 2018-19-es bajnoki szezonban a jelenleg szerint 104 igazolt versenyzőnk van. A korosztályok, a kosárpalánta korosztály a legkisebbeknek, ezek első, második, harmadik osztályos gyerekek az 5-ös gyakorlóban és a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban. Itt 3 csapat dolgozik, az 5-ös gyakorlóban Nagy József és Dunár Ágnes testnevelők vezetésével, Szent Imre Gimnáziumban pedig Pejvás Lajos edző kollégánk vezetésével. Ezután következik az U11-es korosztály, itt Füzes Tamás edzőnk, aki a csapatot edzi és vezeti, utána az U12-es korosztály és az U14-es, tehát a gyermek és a serdülő, ezeket a csapatokat Szavics Brána edzi, és a legtetején a piramisnak az U16-os korosztály Ferenci Tamás vezetőedző gardírozásával. A csapataink a Vessék Vilmos Élelmiszeripari Szakképzőiskolában, a Sipkaiban, a Kereskedelmi Szakközépiskolában, az 5-ös gyakorlóban, a Szent Imrében,
és a Nyíregyházi Egyetem tornacsarnokában edzenek, attól függ, hogy kik milyen korosztályban, de általában heti 3-4 adó 16-osoknak 5 edzésre készülünk. Ezek közül a korosztályok közül melyek indulnak bajnokságokban, és milyen bajnokságokban? Gyakorlatilag minden csapatunk országos bajnoki küzdelmekben vesz részt, hiszen a legkisebbek is a kosárpalánta csapatainak is országos versenyrendszer van kialakítva. Itt igaz, még nem kosárdáznak, hanem csak a kosárba sporthoz kapcsolódó ügyességi gyakorlatokat, feladatokat végeznek versenyszerűen, tehát itt még nincs ötöteleni játék. Az ötöteleni játék az U11-es kenguru korosztálytól jön be. Az U11-es, U12-es, U14-es, U16-os csapataink mindegyik országos bajnokságban vesznek részt. Mi az elvárás velük szemben? Elsősorban a kicsikkel szemben az, hogy tanulják meg a kosárlabdázás alapjait. Vérmesebb reményeink az U16-os korosztályban lehetnek, ott szeretnénk minimum a regionális bajnokság során az első 4 csapatba végezni, de akár feljutni az országos főtáblára is. Mikor tavasszal beszélgettünk, mondtad, hogy szeretnétek bővíteni a bázist, ez milyen úton halad? Ez azon az úton halad, hogy 3 kosárpalánta csapat, az eddig egy előkészítő csapatunk, amelyik ugye előkészítőként futott, most 3 kosárpalánta csapat lépett be helyette, tehát azt mondom, hogy igen, jelentős bázis bővülésre átmeghaladta, hogy mondtam, a 100 versenyzőt a kosárlabdázóink száma. Én azt hiszem, hogy mennyiségben ez már elég, most arra kell koncentrálnunk, hogy itt a kiválasztás során a gyerekeket megtartsuk, és ott utána 11-12 éves kortól, főleg 12-től minél inkább a minőségi képzésre koncentráljunk, és a több edzésszámra, még attól is több, mint ami most van. Ugye alapvetően utánpótlás nevelő az NKK 5-ös, mi lesz azoknak a gyerekeknek a sorsa, akik utánpótlás korból kiöregedve tovább akarnak játszani, vagy pedig olyan tehetségek, hogy magasabb szintre léphetnek? Ahogy mondtam, nálunk a piramis teteje az U16-os korosztály, tehát eddig nevelünk 16 éves kortól, a junior ifjúsági korosztályban az U18-asok már nem nálunk fognak szerepelni. Közeljövőben írunk alá egy együttműködési megállapodást a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Nyíregyházi Sport Non-Profit Kft-vel. Utóbbira azt kell tudni, hogy ez a sportszervezet működteti az NB1-b és Nyíregyházi Kékcápákat, és a sportcentrumnak pedig akadémiája van. Tehát alapvetően a sportcentrum akadémiájában és utána az Élsport Non-Profit Kft-be a Kékcápákhoz szeretnénk, hogy kerülnek a játékosaink. Ennek majd az lesz a sora, hogy amikor elég a gyerekek a korosztályváltást, akkor a Sportcentrum Akadémiai A vagy B csapatába fogják tovább folytatni a pályafutásukat, és bízunk benne, hogy egy-kettőt látunk majd az NB1-B-s, vagy minél hamarabb NB1-ás Nyíregyházi kosárlabda csapatban is. Az elmúlt évben, években a nemzetközi porondra is kitekintettetek, külföldre is utaztok csapatok, hazai tornát is rendeztetek. Most mikor lesz az ötvös kupa? Az ötvös kupát alapvetően 8. éve rendezzük meg, de most a 3. olyan ötvös kupa lesz, amelyik nemzetközi mezőnyel rajtó. November 2-3 az őszi szünetben hagyományosan Nyíregyházán. Az egyik helyszín változik, mert nem az ötvös gyakorló az, aki terem már túl kicsi. Az U16-os korosztálynak, akinek most megrendezzük, hiszen ahogy mondtam, ez a csapatunk leginkább esélyes arra, hogy országos szinten értékelhető eredményt érjen el, hanem a Bánki Donát Ipari Szakképzőiskola tornaterme és a Vescsik Vilmosban lesz megrendezve 8 csapattal. Jelenállás szerint 3 külföldivel, egy szlovén, egy szlovák és egy román, tehát Nagyvárad Igló most, és Szlovéniából Maribor fog részt venni a tornán. Hagyományosan azok a csapatok, akik akadémiai csapatok, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia, a Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia, a Debreceni Kosárlabda Akadémia és a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémia vesz részt rajtunk kívül ezen a tornán. Picit távolabbra tekintve, ti terveztek-e külföldi túrákat, esetleg visszaadva a látogatást ezeknek a csapatoknak? Mindenféleképpen. Nagyváradra már meg vagyunk hívva, de bízunk benne, hogy másik két csapattal is ki tudunk alakítani majd olyan kapcsolatot, ami abban testesül meg, hogy a gyerekek világot látnak, más kosárlabda kultúrát ismernek meg, és akár még Euróliga vagy Bajnokok Ligája meccset is nézhetnek meg. Mintegy 330 fiatal futballozik a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia színeiben. Kisbaranyi Sándor igazgató szerint jó úton haladnak afelé, hogy a felnőtt csapat számára futballistákat és mellette embereket neveljenek a fiatalokból. Én azt gondolom, hogy az elmúlt fél év során minden nap azért dolgoztunk, hogy ez a cél megvalósuljon. Az első jelek azok láthatóak. Én elégedett vagyok azzal a stábbal, akivel dolgozunk. Én azt gondolom, hogy a kollégák mind megértették, hogy az utánpótlás képzésnek mi a valódi célja. Korábban is jó véleménnyel voltam róluk, és a tapasztalatom is az, hogy rendkívül motiváltan és megfelelő szakértelemmel dolgoznak. Azok a változtatások, amiket eszközöltünk, én azt gondolom, hogy mindenkinek, elsősorban a gyerekeknek az előnyére válnak. És hát nagyon nagy öröm számomra,
hogy ugyan egy picit akadozott az első csapatnak a gépezete az elmúlt mérkőzéseken. Én bízom benne, hogy a megfelelő potenciál benne van a csapatban, és az utóbbi két mérkőzés alapján talán bizakodhatok, hogy az eredményekben is megjelenik. Ez nagyon fontos számunkra is, hiszen a nyár folyamán ugye rengeteg saját nevelésű játékos került az első csapat keretébe. Azt kihangsúlyoznám, hogy ők még csak a keretbe kerültek be, de közülük néhányan, talán Kulcsár Hunor éppen, vagy Starosta Dávid, olykor végső előd már bizonyította, hogy bizony a helyi utánpótlásban igenis teljesítőképes és hosszú távon magas potenciállal rendelkező játékosok nevelődnek. Úgy összességében én azt gondolom, hogy az az elmúlt fél év az hasznosan telt el, és bizakodó vagyok a jövőt illetően. Mekkora nehézség ez okoz megtalálni a megfelelő egyensúlyt egy fiatal gyerek nevelésénél, képzésénél, hiszen van egy elvárás saját magával szemben, van egy elvárás az edzőktől, van egy elvárás nem is akármilyen sokszor a szülők felől. Én azt gondolom, nagyon tökéletes kifejezés használt, hiszen az egyensúly a legfontosabb. Az utánpótlás nevelés az egy nagyon hosszú távú folyamat. 6-7 éves korában, amikor a gyermek először feleszmél, és megszereti a labdát, megszereti a focit, tulajdonképpen elkezdődik egy folyamat, ami valamikor majd 23 éves kora környékén, 22-23 éves kora környékén teljesedhet ki, amikor felnőtt szinten is, magas szinten folyamatosan teljesíteni képes játékossá válik. Ebben a folyamatban, ha csak azt nézem, ez 14-15 év, rengeteg buktató van. És a kiegyensúlyozottság, az egyensúly, amit ön is említett, azért fontos, mert sem a szakembereknek, sem a szülőknek, sem a gyermeknek nem szabad akkor sem elbizonytalanodni, amikor ebben a folyamatban hullámvölgyek jöhetnek. A hullámvölgyek azok a lelki fejlődésből adódnak, a fizikai fejlődésből adódnak, olykor a szakmai fejlődésből adódnak, a pályaméretek folyamatosan változnak, elkezdenek játszani egy 20x15-ös pályán, és el kell jutniuk odáig, hogy a 68x105-ös pályán is ugyanolyan karaktert tudjanak felmutatni. Ez egy borzasztóan hosszú és nehézségekkel teli tűzdelt folyamat. Ebben nekünk, akik a gyerekeket irányítjuk, szervezzük, támogatjuk, segítjük, türelmesnek kell lennünk. És a kollégáink itt az akadémián és a klubban ezt megéltik. Én arra kérek minden szülőt és minden gyermeket, hogy ők is türelmesek legyenek saját magukkal szemben, mert mi beazonosítjuk a bennük lévő potenciál, de ahhoz, hogy ez a potenciál teljesítményé változzon, ahhoz egy nagyon hosszú és türelmes folyamatnak kell megvalósulnia. És akkor még ott vannak azok a szirénhangok, amelyek esetleg más kluboktól jönnek egy kiemelkedően tehetséges, vagy esetleg akcelerált gyerek esetében, és nagyon sokszor a szülőket keresik meg felvázolva egy olyan jövőképet, ami volt, akinek bejött, volt, akinek nem. Én azt gondolom, hogy ezeket a jövőképeket, a felvázolt jövőképeket kell tapasztalati úton elemezni, és az élet a számomra azt igazolta, hogy mindig a szülők, tehát a család, az iskola és a futballklub hármas egysége biztosítja a legnagyobb védelmet a gyermeknek. Mi itt egy olyan rendszert próbáltunk kialakítani az elmúlt fél év során, amiben minden nyíregyházi és a környékben élő gyermek és család számára nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermeke biztonságban van. Akkor is biztonságban van, amikor éjjel haza kell mennie, akkor is biztonságban van, amikor sérülés után lábadoznia kell, akkor is biztonságban van, amikor esetleg a tanulmányi téren nem úgy teljesít, akkor is biztonságban van, hogyha új edző érkezik a csapathoz, hiszen holisztikusan próbáljuk szemlélni ezeknek a gyerekeknek a pályafutását, és lehet, hogy egy picit még szerényebbek a körülményeink, amelyeken egyébként a tulajdonos úr és a klubvezetés iszonyatos munkájának köszönhetően hamarosan radikális változások következnek be. De én azt gondolom, hogy ez a fajta gondoskodás hosszú távon szolgálja a gyerekek érdekeit. Ha valakit a pillanatnyi ígéretek, a pillanatnyi felvázolt állítólagos jövőkép jobban motivál, annak mindig azt mondjuk, hogy az út a tied, indulj, járd végig az utadat, de én azt tanácsolnám, mielőtt ezt megteszi, ezt az első lépést megteszi, hogy nézze meg, hogy az korábban meginduló játékosaink milyen pályafutást tudtak befutni. Én azt tapasztalom a magyar futballban, nemzetközi szintéren, az elmúlt időszakban sikeres játékosoknál, minden játékosnak a múltjában a család, iskola és a klub hármas egysége jelen volt. Elég, ha csak a Pécsről induló Dárdai Pál és a 17-18 éve tartó Hertha BSC kapcsolatát említem, elég, ha csak Gerazolit említem, aki 18 évesen még a Harkány megye első osztályú csapatában játszott, majd 10 évig a Premier League-ben,
és közel 100 válogatottságot tudhat magának. Elég, ha csak a Szombathelyről induló, majd a Szombathelyre hazaérő Király Gábor példáját mutatom, aki szintén több mint 100-szoros válogatott és több mint 10 évet külföldön játszott. Ugyanakkor nem tudok felmutatni a magyar futball közelmúltjából olyan játékosokat, akik ideje korán, talán korábban, mint kellett volna, elindultak otthonról egy bizonytalan jövőbe, és végül kiteljesedtek. Még Hajnal Tamást is idehozhatnám, aki nap mint nap Nyergesújfaluba az édesapjával együtt futballozott az iskola udvaron, és végül ugye ő is több mint 10 évet tudott játszani nemzetközi szintéren. Én azt gondolom, hogy ez az igazi érték, amit mindenkinek a döntése előtt figyelembe kell vennie. Természetesen vannak más utak is, azoknak sok sikert kívánunk, de sajnos az élet azt igazolja, hogy ezek a bizonytalanba vezető utak, ezek végül nem célba érnek, hanem valamilyen kalandban végződnek. Beszéljünk egy picit a számokról, ugye a Bozsik Akadémia jelentheti a Szfari jövőjét, jelenleg hány korosztályban, hány játékossal, hány edző foglalkozik? 7 éves kortól 19 éves korig minden korosztályban megvannak a csapataink, a kisebb korosztályokban arra törekszünk, hogy még biztosítsunk a lassabban gondolkodó gyerekeknek is felzárkózási lehetőséget, tehát 3-3 csoporttal foglalkozunk a 7-8 és a 9 éves korosztályokban, a 10-11 éves korosztályokban már két, igaz, nagyobb létszámú csoporta, és aztán U12-es korosztálytól kezdődően, amikor elindulunk a nagy pályára való rá felkészítés irányába, akkor korosztályonként egy csapattal foglalkozunk, ez nagyságrendileg 330 gyereket jelent a hétköznapok során. Nagyon jó a humán ellátottságunk, hiszen minden korosztályban két edzővel tudunk dolgozni, három kapus edzőnk van, erőléti edzőnk van. Nagyon boldog vagyok, mert az elmúlt fél év során eljutottunk odáig, hogy egyedülálló módon három főállású gyógytornásszal tudunk dolgozni, ami a gyerekek növekedési szakaszait végig kísérő akadémiánál nagyon-nagyon fontos szempont. Nagyon boldog vagyok, mert ma már elmondhatom azt, hogy minden edzésen egészségügyi jelenlétet tudunk fizioterapeuta vagy masszőr tekintetében biztosítani. Ez egy kiemelt szempont volt az elmúlt időszakban. Sportpszichológus foglalkozik a játékosainkkal, mind a beazonosítás, tehetségbeazonosítás területén, mind a fejlesztések tekintetében. Én azt gondolom, hogy ez egy valóban óriási potenciál, amit a jövőben szeretnénk teljesítményé kovácsolni a nyíregyházi szurkolók örömére. Az előretekintés után egy picit visszatekintünk, ugyanis 20 éve 1998-ban szerezte meg első, és mint később kiderült, egyetlen bajnoki aranyérmét az NVSC Szabolcsban a csapata. A Botos Ferenc által irányított nyíregyházi férfi röplabda együttes a döntőben a Kaposvárt múlta felül 3-1-re. Az első meccsen, viszonylag szoros meccsen kikaptunk Kaposváron, másodikon teljesen egyértelműen nyertünk, hát és igazándiból a nagyon nagy bravúr az a harmadik mérkőzés volt, ott 3-2-re nyertünk, és se előtte, se utána nyertem Kaposváron, és aztán hát itt van, akkor benne volt a levegőben, sőt reggeli edzésem, mert a nagy pezsgőket is bevittük a bújtosiba, úgyhogy hát és 3000 ember jött, óriási nagy dolog volt. És nem is mondom, már 20 év, tehát azóta hihetetlen, hogy én mindjárt úgy emlékszik az ember. Azt hiszem, hogy hát a pályafutáson a legnagyobb sikere volt az itteni döntő. Az egy nagyon erős bajnokság volt, több erős csapatta, mivel nőttetek akkor a mezőny fölé? Egyrészt volt két nagyon jó kubaink, egy nagyon jó feladónk, egy nagyon jó elsütőnk. Veres Peti akkor már erősen bontogatta a szárnyait, és volt 3-4 olyan nyíregyházi, aki ezt mellé tudta tenni. Azt hiszem, egy nagyon jó 6-os kezdőnk volt, illetve a cserepon is jó játékosaink voltak. 3000 ember ott volt a Csarnokban, talán az a legnagyobb nézőszám Magyarországon röplabda mérkőzésen azóta is, viszont a spontán ünneplés a városban elmaradt, annak ellenére, hogy ez volt a város és a megye első labdajátékban szerzett bajnoki aranyérme, ami azt jelenti, hogy talán mégsem bízott mindenki abban, hogy le lesz zárni ezt a párharcot. Igazán jó, erre emlékszem. Én azt hiszem, hogy akkor, amikor ott nyertünk Kaposváron a harmadik meccsen, akkor egy picit mifelé billent a mélegnyelve, és ezt itt van sikerült is bebiztosítani. A spontán ünneplés, azt követően az egy elég hosszú éjszaka volt, illetve azt követő napok is.
és aztán pont egy héttel rá, egy ilyen esős szombat délelőtt, például a Kossuth téren volt egy ünneplés. Úgyhogy így visszanézve a szép volt, jó volt. Ez a csapat ebben a formában nem sokáig játszott már együtt, viszont még egy bajnok kezdős belefért a következő évekbe, de a bajnoki szín után azt hiszem 5 évvel meg is szűnt ez az együttes, ez a szakosztály. Hogyan éltétek meg ezt? Igen, a következő év nem sikerült jól, csöpödék lettünk, aztán egyébként a Sitkot Krisztián vele játszottunk még egy bajnoki döntőt, ahol csak ezüstémesek lettünk. Isten igazán úgy 20 év távlatában azt mondom, nem tudtuk igazán jól meglovagolni ezt a bajnoki sikert. Én azt hiszem, hogy nem is sikerült utána olyan idegenligásokat igazolnunk, akik tudták volna a két kubainkat pótolni, illetve csak egyikük jött vissza, ugye csak az Ernesto jött vissza. Aztán 2 év múlva Petit elveszítettük, nyilván hogy kinőtte ezt a bajnokságot, neki már ez, úgy gondolom, hogy tovább lépés volt mindenképpen szükségszerű, és nem tudtuk meglovagolni. Én azt hiszem, hogyha egy jobb marketinggel, egy jobb vezetéssel ezt jobban kihasználjuk, még sokáig lehetünk volna a spiccen. Igen, és aztán 2003-ban gyakorlatilag a klubvezetés feladta ezt a küzdelmet. Én akkor is azt mondtam akkor elnöknek, hogy tartsuk együtt a csapatot egy amatőr státuszban, azt a viszonylag töredéke költségetést próbálják előteremteni, és akkor megpróbáljuk munka mellett ezt az egészet valahogy újraépíteni, újrakezdeni. Akkor azt mondtam, lemondott róla a városvezetése is, lemondott az egyesület vezetése is, hát is gyakorlatilag 2003-ban megszűntünk. Te többször tették kísérletet arra, hogy a férfi szakágat újraéleszt, most milyennek látod a jövőt? Most ugye GLP néven MB2-es csapat működik, és van U19-es, U17-es csapat, illetve általános iskolás minikorosztályú együttesek is. El kell indulni egy hosszú folyamat, tehát újra kell kezdeni fölépíteni a legkisebbektől. A felnőttek MB2-es szereplése azt mondom, hogy bíztat sikerekkel, bár voltak kellemetlen bukásaink. Egy picivel azt hittük, hogy fényesebb lesz az idei bajnokság. Úgy gondolom, hogy adott a csapat, lehet kell még egy szezon, amire esetleg kivívja az NB1-es indulást, de hát azért dolgozunk, hogy sikerüljön. Április 25-én 20 éve, hogy az akkor volt a Szabadügyi Csarnokzat nevezett létesítményben a Nyíregyházi röplabda csapat, férfi röplabda csapat megszerezte, amely első labdajátékokban szerzett országos bajnoki címét, annak a sorozatok te is tevékeny részese volt, egy 2 évtized távlatából. Mi az, ami elsőre beugrik arról az időszakról? Mindenképp az, hogy életemben szerintem nem csak nekem, hanem mind a társaimnak is az első aranyérem a megszerzés, ez egy olyan nagy elismerés volt szülővárosunkban, mert tényleg olyan csapatról beszélünk, hogy a csapat nagy része nyíregyházi játékosból állt, illetve még azt jobban szűkítve, ez egy ilyen Árok utcai és Poroló környéki banda. Tehát elsősorban az, és maga a hangulat, amit a Bújtos Csarnokban volt akkor. Ugye hosszú út vezetett az aranyéremig, melyek voltak az a meccsek, amelyek megmaradtak benned? Hát mindenképp, ahogy én visszaemlékszem arra az időszakokra, azért ez már 20 évvel ezelőtt volt, azért ott sokkal erősebb bajnokság volt, és ott annyira kiegyensúlyozott volt, hogy kiemelni tényleg így most a Szeged-Vasas-Kaposvári mérkőzéseket, tényleg az a baj, hogy én még akkor annyira fiatal voltam, hogy igazából én fel tudtam még mérni annak a súlyát, hogy most mennyire fontos egy győzelem, vagy nem is beszélve a bajnoki aranyról. Tehát nekem annyira gyorsan pörögtek az események, de inkább ezt az idősebb játékosok jobban át tudják ezt érzékelni. Mennyi szerepe volt a sikerben az edzőnek és a két kubai légiósnak? Mindenképp, mivel egy csapatsportáról beszélünk, itt nem is lehet kiemelni szerintem egy-egy embert egyértelműen. Ez a két kubai srác, ez nagyon a segítségünkre vált. De ez a mai világban is arról szól, hogy mindegyik klub azért erős, mert van egy-kettő-három, akár esetleg 4 külföldi segítség, és azok erősítik a csapatot. De hozzáteszem, ismét büszke vagyok nagyon, és tényleg a srácok nevében is beszélve, hogy jóformán tényleg a 12 játékosban majdnem, hogy 10 nyíregyházi születés volt. Neked ez a bajnoki cím volt az első, viszont egy nagyon komoly karriert indított el. Mekkora szerepe volt a karrieredben ennek az aranyéremnek? Így visszagondolva, őszinte leszek, nekem ott volt egy hatalmas egy erőlépés, mert 19 évesen megszereztem az aranyérmet, és én abban az évben kezdtem el felnőtt válogatott kezdőként játszani,
és rá egy éve már fel is figyeltek egy váltott mérkőzésen, és már észre se vettem magam, és már 20 évesen kint voltam Olaszországban. Viszont nem sokkal utána megszűnt Nyíregyházán a felnőtt férfi röplabda, ami lehet az oka szerinted, hiszen egy aranyéremből inkább építkezni kellett volna. Erről inkább én nem nyilatkoznék. Én nagyon-nagyon sajnálom, mert utána még vagy egy-két évig úgy még jó csapat volt. Mindennek általában az anyagiaknak a köszönhető, hogy sajnos megszűnnek a csapatok, klubok. Én bízom benne, hogy azért idővel most így a női röplabda Nyíregyházán nagyon szépen teljesít, hogy fel lehet ezt valamilyen szinten még eleszteni Nyíregyházán a férfi csapatot is. Mennyire tartod a kapcsolatot a régi csapattársak, amit tudsz róluk? Megvan az a kis maga, akivel szoktunk beszélgetni, néha találkozni. Persze még pár játékos már az még játszik a Toronyi Miki többek között, még aktívan játszik a Barcikába. Kubolyakkal sajnos nem, de hát ez az élet így hozza, hogy nem itt maradtak, úgyhogy velük nem nagyon, de tényleg akik itt a nyíregyházi születésük, azokkal tartom. Tavaly Nyíregyházán láthatunk a magyar válogatott csapatvezetőjeként. Idén ebben a szerepben vagy bármilyen vágyban vár-e rád feladat? Nem, én megmondom őszintén, hogy most egyenőre magánéletem miatt én nem vállaltam ezt a szerepkört. Nem tudom, a jövőt mit hoz. Most éppen csinálom az edzőjét, épp azért, hogy még bármi lehet az életbe. És hogyha tudok segíteni, vagy hozzátenni így a nyíregyházi röplabdázáshoz valamit, akkor azon leszek, hogy hozzásegítsek. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.